Vasárnap egyébként a Debrecen majd Koprivnicában folytatja az Európa Ligában. Azira pedig a Krim Ljubljana vár, miközben Vámos lőtt egy gyönyörű volt. 4-3. Kostál. Vámos. Ijeszget, és szép volt ő. A röviden meglepte egy picit Janulik az. Vámosnak is ez már a második gólja. Csernyenszki tovább. Ó! Futtából egy bivaly erős löket Vámos Petrától. Bum! Planéta. Nincs belemenés, van gól. Egyre zárkózik a Debrecen. 20-19. Vámos negyedik gólja. Főleg, hogy ez egyenlítésért támadhat a Debrecen. Vámos, passzív, Planéta. Vámos, ellövi gól! 20-20! Óriási bomba! Ismét egál! Vámos! Nincs meg a megnyugtató négy gól a Fradi szempontjából, Planéta, ő is kap egy hatalmasat, szép gól a vége. És négy helyett kettőre módosul a különbség. Vámos ötödik gólja. Fél perc a Loki előtt, hogy ő is, a Debrecen is megszerezze a 30-adikat. És vajon lesz-e utána válasz még, vagy idő bármire? Planéta! Még tovább, le a szélre, onnan most nem lehet bemenni. Egy csomóban a ferencvárosiak, Planéta fenn a bíró keze, Planéta szabad dobást kap a Debrecen. 10 másodperc van még hátra, egyelőre Fradi győzelem, de így nem! Így nem! Vámos gólja, 30-30, és ez lesz a vége, mert letelik az idő. Ferencváros, Debrecen, 30-30, és hogy mekkora bravúr ez, az jól mutatta az előbbi Debrecen tánc. Itt egy gyorsan elvégzett szabaddobás, egy picit beragadnak, nem eszmélnek ilyen gyorsan a ferencvárosiak. Vámos Petra pedig köszöni szépen, és belövi a debreceniek 30. gólját, ami egy pontot ér. Hú, teljesen kaotikus volt ez az utolsó pár másodperc, passzív is volt, egy passz volt pont, és akkor Petra nekem adta a labdát, én meg hát akkor lőni kell, aztán ellőttem.